családon belüli erőszak. A téma a legtöbb emberben rengeteg érzést, indulatot felkavar, mert van, aki átéli és elszenvedi, van, aki küzd ellene, van, aki csak hallomásból ismeri, na és persze van, aki elköveti. Mikor az embert ilyen mértékben bántalmazzák, akkor egy idő után el fog oda jutni, hogy hol a vég. Tehát, hogy meddig tart még, meddig bírja még. Mikor beszélünk családon belüli erőszakról, vagy párkapcsolati erőszakról? Párkapcsolati erőszakról sokan azt gondolják, hogy ez csak fizikai erőszak, de valójában beszélhetünk a lelki erőszak különböző formáiról, szóbeli erőszakról. Az is nagyon fontos, hogy sokan nem tudják, hogy a párkapcsolati erőszakban fordul elő a szexuális erőszaknak a túlnyomó többsége is. Tehát nem idegenek veszélyesek a nőkre, hanem sajnálatos módon a jelenleg és a volt férjük, élettársuk követi el ebből a legtöbbet. Azt lehet mondani, hogy egy másik ember önrendelkezésének a korlátozása, a méltóságának a megsértése, az arra való törekvés, hogy ő elveszítse a saját élete fölött a befolyást, a másik fölötti uralkodás az, ami elsősorban jellemző. Mindig is hitottak voltunk a családon belüli erőszak problémájára, hiszen ez a társadalomban egy jelentős probléma, ami nagyon nagy részben látenciában marad, viszont sorsok múlnak rajta és emberi életek mehetnek tönkre, akár feleségek, férjek vagy gyermekek tekintetében. Fizikailag, mint bántalmazást meg lehet tenni, beleértve ugye a szexuális erőszakot, és azt minden szenvedtem a férjemtől. Ez a készülék körülbelül egy gyufás doboz méretű kis készülék, amelynek a közepén van egy piros gomb, ez az úgynevezett vészjelző gomb. Hogyha ezt megnyomja valaki, az érintett hölgy, akkor a rendőrség azonnal mérlegelés nélkül a helyszínre megy, és tudnak intézkedni. Az ilyen ember nem nyugszik abba bele, hogy most hirtelen az ők is királysága, ha lehet így mondani, vagy nem is tudom, mit érezhetnek ezek az emberek, de hogy ez így most szerte foszlik, és ő már nem uralkodhat valakin, és nem alázhat, nem gyalázhat, nem élheti ki a mindennapi kis erőszakos dolgait. Nagyon gyakran sajnos nem vesszük észre, hogy bizony itt valaki próbálja a mi életünket egyre jobban beszűkíteni. És ugye léteznek a megdöbbentő számadatok. Magyarországon hány családot, hány nőt érint? Hát azt lehet tudni, hogy körülbelül minden ötödik nőnek lesz életében legalább egy olyan párkapcsolata, amelyikben őt rendszeresen éri fizikai erőszak abból a célból, hogy a partnere uralkodjon felette, hogy átvegye a hatalmat az élete fölött. És azt tudjuk ezen kívül, hogy körülbelül minden tizedik felnőtt nőről mondható el, hogy az elmúlt 12 hónapban ezzel kellett, hogy foglalkozzon, tehát menekült egy bántalmazó kapcsolatból, éppen ráébredt, hogy bántalmazó kapcsolatban él, próbált segítséget kérni. Amikor az embert úgy próbálják megverni, hogy bezárja magát egy fürdőszobába, hogy ne bántsák, és akkor még az ajtót is lebontja a puszta kézzel, és utána megtalál, tehát ott el lehet képzelni, hogy utána egy milyen verés van. Mernek segítséget kérni? Az érintettek, a bántalmazottak? Nagyon sokan mernek, nagyon sokan egy ponton túl már kérnek segítséget, és inkább az a gond, hogy meghallgatásra talál-e az ő segítségkérésük. Eljutottam arra a tudatszintre, hogy ha nem lépek, akkor én ebbe bele fogok halni. Jelenleg 33 készülék van kiosztva, 33 közepesen vagy súlyosan bántalmazott nőnél. Egy 10-es skálán a készülék használata előtt általában 8-10 körülire értékelték a veszélyérzetüket, és hát ez nem is csoda, hiszen ebbe a programba kiemelten veszélyeztetett érintettek kerülhettek be, és hogy jó pár számot lecsökkent. Nagyon sokan elmondták, hogy sokkal szabadabban mozognak, sokkal nyugodtabban élik az életüket, amióta ezzel a készülékkel rendelkeznek. Megtettem a rendőrségi feljelentést, és itt a rendőrkapitányságon a nyomozó hölgy, aki az ügyemmel foglalkozott,
ítélte ezt a helyzetet úgy, hogy részt vehetnék ebbe a programban. Több mint háromnegyede a kint lévő 31 eszköznek az itt került kiadásra, de ez nem azért van, mert ez a kerület bármivel veszélyesebb lenne, mint a többi kerület. Csupán arról van szó, hogy itt a legaktívabb az együttműködő rendőrkapitányság. A legnagyobb tanulsága az volt, hogy akinél ilyen riasztókészülék van, az kiemelte a rendőrök gyorsaságát, a rendőrök intézkedését, és a legfőképp azt emelte ki, hogy mióta ez a készülék nála van, azóta nagyobb biztonságban érzi magát. Miben változtatta meg az életedet? Onnantól kezdve, hogy a segélyhívó készülék a kezedben volt. Adott egy biztonságérzetet, tehát ezt tudni kell, hogy ha valakit így bántalmaznak, akkor nagyon nehéz feldolgozni. Tehát féltem mindentől, nem szívesen megy ki az ember, nem szívesen mozdul ki. Mindenhová kísérettel mentem. És tudtam, hogy ott van a készülék a zsebemben, tudtam, hogy tényleg indítok egy hívást, és jönnek. Tehát tényleg minden nyomba úgy kapaszkodtam a készülékbe. A riasztó készülék alapján mi nagyon pontos információkat kapunk. Nagyon fontos információk számunkra, hogy pontosan hol történik ez az eset, és pontosan mi történik. Ez a riasztó egy GPS jelet közvetít, amelyből tudjuk a bántalmazott pontos helyszínét, tehát már azt nem kell keresgetnünk, valamint hanganyagot is közvetít a központnak, tehát azt is halljuk, hogy mi történik a háttérben, így a rendőrém a leggyorsabb, lehető legrövidebb időn belül kiérnek, gyorsan, és már felkészülten tudnak menni a címre, tehát tudják, hogy mi történik a háttérben, mire kell felkészülniük egy verbális erőszakra, egy fizikai erőszakra, vagy akár egy durvább tárgyal történő bántalmazásra. Aktív riasztás volt? Aktív riasztás volt. Elmeséled? Hát a kislányommal, mikor lementünk a házból kimentem, akkor ért támadás. Jelen pillanatban 24 készülék van nálunk kiosztva, erről futnak be riasztások. A pontos riasztások száma az folyamatosan változik. Eddig 6 éles riasztásunk volt. Még egyelőre nem tudom, hogy válok meg tőle. Tehát, hogy mikor jön el az időpont, amikor képes leszek letenni a készüléket, és meg nélküle is közlekedni. Amíg vannak bántalmazott nők, akik ilyen mértékű veszélyben vannak, hogy az életük, testi épségük napi szinten veszélyben forog, addig van létjogosultsága egy ilyen szolgáltatásnak. Ezt el lehet felejteni?